áramlást, mennyire tudja biztosítani, mennyire megfelelő. Hát végül mondanom se kell, ebből a járműből egy darab készült, tehát ezt a projektet nem folytatták, hanem a csuklósítási programban látták a járműt. Picit magas lett, 4 méter mennyit? 4,24, majdnem mint a gőzmozdony. Majdnem mint a gőzmozdony, és hát... Különleges, nagyon régóta gyártott motorról van szó, ami rengeteget adott a légi közlekedésnek, és így az extra programok közül biztosan állíthatom, hogy ez lett ennek a VTG-nek az egyik slágere, és hogyha valaki kifejezetten egy műszaki mániás, műszaki rajongó, ne hagyja ki ezt az eseményt. Ale tutaj jechałem na towar tutaj. Jaka tu jest droga? No kiepsko strasznie. Ja jechałem 10 na godzinę, muszę płakać z tego. Ten automobil widać, że jest. Thank you.
Igen, komoly ülés. Szóval nagyon szép.
Köszönöm.
kockás póló. De látod?
A harmadik ajtóban ismertem meg, hogy a telemás, igen, a teliablakos, meg a nem. De mondjuk ott mindegyik helyen. Én emlékszem, hogy a utolsó olyan város, amit a helyben még használtak, hogy a rácsadni a sokat. Igen, igen, ez így van fontos. Én Balaton, ki a harmadik ajtóban. Így jöttem is, és igen, a volt egyébként fix fordáig, vagy ahova a fúdestem? Volt, aminek volt, ezek a tapasztalatok, hogy az utolsó 10 évén köztük. Volt, hogy városok sokat dolgozott, hanem volt most helyett, mint olyan smáfékén, és a volt az elég kevesebb működött. Egy roha beletek, egy roha beletek a rögön. Van egy nagyon szép kivitálás, hogy a gáz, a baj.
egy GS8-as ott volt. Én visszasírom már, hogy mikor szokod az igazság. Gyere, kéz van! Az ég ne ég!
We'll be right back.